kormány tehát erős szövetségesekre talált ország újjáépítő munkája során a debreceliekben, és ahogy az elmúlt években, az előttünk álló esztendőkben is prioritásként kezeli a város fejlődésének ügyét. Nem véletlen, hogy a kormány kiemelt projektként támogatja a debreceni nemzetközi repülőtéren folyamatban lévő komplex fejlesztési programot. Az elmúlt 5 év egyik legnagyobb eredménye, hogy Magyarország végre a saját lábára állt. Ugyanakkor nem csak az a fontos, hogy saját lábra álljunk, hanem az is, hogy több lábon álljunk. Ezért fontos, hogy a Liszt-Ferenc repülőtér mellett legyen egy másik, erős, regionális repülőterünk is. Ráadásul a debreceni légikikötő tulajdonosa és működtetője is magyar. Ami azt jelenti, hogy egy sikeres reptér tisztán magyar kézben van, ez pedig komoly eredmény. Az itteni fejlesztéseket állami és uniós források is segítik. Ezt azért fontos kiemelni, mert a kormány elkötelezetten támogatja, hogy a debreceni nemzetközi repülőtér a térség legversenyképesebb reptere legyen, és úgy a személyszállítás, mint az áruszállítás területén a régió meghatározó szereplőjévé váljon. Az itt létesülő innovációs és inkubációs központ olyan képességekkel gazdagítja a város ipari infrastruktúráját, amely még versenyképesebbé és még vonzóbb helyét teszi a befektetők számára. A befektetők ugyanis olyan helyre szeretnek jönni, ahol látják a potenciált, a fejlődési lehetőséget, ennek képességét, és az üzleti terveik megvalósításához elsőrangú körülmények fogadják őket. Debrecen e tekintetben hamarosan megkerülhetetlenné válik. Meggyőződésem, hogy Magyarország egyre bővülő sikereinek vaskör kötetében új fejezet nyílik a mai alapkületétellel. 3-ra elengedjük. 1, 2, 3. Na, ezt rá kell tenni.